Jó estét kívánok! Új légszennyezettséget mérő állomást telepíthetnek a közeljövőben Nyíregyházán. Az ezt is magában foglaló projekt részleteivel is várja Önöket mai adásunk, a téma kapcsán pedig a rossz levegő minőség okairól és a probléma veszélyeztetettjeiről is beszélünk majd. Hogy még miről lesz szó, már is kiderült tartalomjegyzékünkből. Fenntartóváltás július óta a Görög Katolikus Egyház működteti a Kisvárdai Kórházat. Fókuszban a vadászat, tematikus kiállítás nyílt Vásárosnaményban. Levegőminőség, a fűtési szezon kezdetével mindig romlik a helyzet. Július 1-ével a magyarországi saját jogú metropolitai, vagyis a görögkatolikus egyház lett a fenntartója a Kisvárdai Felsőszabolcsi Kórháznak. A feladatok nem, csak az értékrend változott. A betegek azóta több kórházlelkésszel találkozhatnak. Az egyház abban bízik, hogy az ellátásra is pozitív hatással lesz az új szemlélet. Az intézmény területén emellett egy kis fatemplomot is felépítenének. Köszöntöm a stúdióban Hegyi Henriket, a kórház főigazgatóját. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, Hegyi Csokrom! Mi az, ami indokolta ezt a fenntartóváltást? Milyen céllal jött ez létre? A görögkatolikus egyház a területünkön, a vidékünkön, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, Borsod megyében, illetve Hajdú megyében már több évtizeden részt vesz különböző feladatok ellátásában, szociális szférában, oktatásban, iskolai fenntartó szerepet vállal, és a korábbi években Debrecenben egy korai fejlesztő központjuk nyílt, amely mint egészségügyi ellátás már az első ilyen intézménye volt a görögkatolikus egyháznak. És ennek okán és ennek apropóján felbátorodva az a döntés született, hogy akkor megpróbálnák a fenntartói feladatokat egy nagyobb intézmény esetében is vállalni, átvállalni. Így a választás pedig a akkoriban még Felsőszabolcsi Kórháznak nevezett kórházra esett Kisvárdán, amelyet most jelenleg Szent Damján görögkatolikus kórháznak neveztünk el. Mit jelent ez a mindennapokban a kórház működésében? A finanszírozás az változott-e? Nem, a finanszírozás ugyanúgy közfinanszírozás, mint eddig is volt. A NEAK által biztosított az ellátások után fizetendő díjakat kapjuk meg. Jelenleg még most a napi életben nem észlelhető a névváltozáson kívül jelen pillanatban más. Ez a egyházi kórháznak a felépítése, kialakítása egy több éves, több évtizedes munka lesz, aminek az első hónapjain vagyunk most túl. Ezek a hónapok arról szóltak, hogy a fenntartóváltáshoz kapcsolódó formális dolgokat, szerződéseket, különböző kérelmeket rendezünk és tegyünk rendbe, és most ezeknek a feladatoknak lassan a végére érünk, és hamarosan fog kezdődni az a munka, amely egy egyházi kórház esetében már mutathatja azt a más intézményt, vagy másképpen működő intézményt, mint a korábbi kórház volt. Milyen hozadéka lehet ennek? Mit fognak ebből érzékelni a betegek? Én abban reménykedem, hogy egy még emberközelibb, még magasabb szakmai színvonalon működő kórházat fognak majd érzékelni ebből, amelynek része az, hogy a vezetőben is elhangzott, hogy kórházlelkészek jelentek meg már korábbi években is a kórházunkban, de ők nagyobb számban lesznek bent az intézményünkben. Emellett pedig a felső vezetésünk kiegészült egy lelki igazgatóval, aki szintén nagy szerepet vállal abban, hogy majd ez a kórház egyházi kórházzá váljon. Milyen fő feladatai vannak most a kórháznak? Ugye a Covidot nem lehet megkerülni, hogy állnak mondjuk az oltásokkal? Több rétű a fő feladatunk, az alaptevékenységünk az a gyógyító tevékenység, ami Covid előtt és alatt és után is fog működni, erre koncentrálunk. Sajnos a Covid nagyon sok erőforrásunkat lekötötte, és emiatt nem tudtunk elég időt és energiát fordítani a betegeinknek minden egyes ellátási igényére. Ezt most szeptemberben azon fordítottunk, hogy minél több szakrendelőt tudjunk működtetni, az osztályunkat teljes kapacitással működtetjük, és ez a hónap remélhetőleg már enyhített azon az ellátási igényen, ami a Covid időszak alatt megjelent. Párhuzamosan természetesen már a kórházunkban működik január óta az oltási tevékenység. Most jelen pillanatban akár első oltásokra is jelentkezni lehet hozzánk, de a harmadik oltást is, aki igénybe szeretné venni, őket is várjuk és fogadjuk, mert nagyon-nagyon fontos, hogy mindenki a következő hullámban oltott állampolgárként menjen majd be. Hogy alakulnak a várólisták?
kórházunkat kevésbé érinti a várólista. Szemlencse műtéteknél most szeptemberben már a műtétek számát már sokszoroztuk, és ez október és novemberre is fog sokszorozódni. Próbálunk minél több műtéti kapacitást erre fordítani, hogy azokat a műtéteket, amelyeket az elmúlt másfél évben halasztanunk kellett, azok betegek számára, akik ezt igénylik, illetve az állapotuk indokai, azt minél hamarabb meg tudjuk tenni. Hogyan tud együttműködni a kórház a többi egészségügyi intézménnyel? Változott-e ebben valami, amióta az egyház belépett, mint működtető? A progresszív ellátásban van-e valami fennakadás vagy változás? Fennakadás szerencsére nincs, és az a korábbi együttműködés is azt gondolom, hogy nagyon jól működik, amely már az elmúlt éveket, évtizedeket jellemezte. Az egészségügyben az ellátási rend egy elég szigorúan szabályozott folyamat. Megvan határozó, hogy adott egészségügyi intézménye milyen kompetenciákkal bír, és milyen szintű betegellátásban vehet részt. Hogyha pedig kompetenciáját meghaladó ellátást kellene nyújtani, akkor pedig egy magasabb szintű progresszív magasabb szintű szolgáltató részére át fogja vagy küldeni a beteget. Megyénken belül a Jós András Oktató Kórház az partnerkórházunk, kiváló a kapcsolata a megyei kórházzal, és azt gondolom, hogy ez a mindennapokban is úgy csapódik le, hogy azokat a problémákat, amelyek felmerülnek, meg tudjuk oldani, vagy azokat a kérdéseket, betegellátási kérdéseket, és nagyon-nagyon törekszünk arra, hogy ez az együttműködés továbbra is így maradjon. Egyéb iránt a Kisvárdai Kórháznak az ellátási területe hogyan alakul, miután nem tartozik a megyei holding kötelékébe? A területi ellátásunk az elmúlt évek alatt, ami kialakult, 80 ezer lakost látunk el a szinten, tehát belgyógyászati, szemészeti vagy neurológiai betegek vonatkozásában, és traumatológiai stroke ellátó központ is vagyunk. Ez azt jelenti, hogy a Beregi térség is hozzánk tartozik, illetve a Zempléni területnek az északi karéja is. Igen, Borsod megyéből is sztrókos betegeket fogadunk, és ez azt jelenti, hogy ez a 80 ezer lakos, ez 150 ezer főre bővül ki, tehát arról a területekről is hozzánk szállítja az akut ellátást igénylő betegeket a mentőszolgálat. Milyen fejlesztéseket tud végrehajtani a kórház? Mi az, amit terveznek, és ebben történt-e változás azzal, hogy az egyház belépett itt a működtetésbe? Fontos, hogy egy kórház akkor is, amikor egy COVID ellátás kellős közepén van, mindig előre tekintsen. Mindig nézzük azt, hogy a betegek számára hogyan lehet kedvező feltételeket kialakítani, és ezeket a hiányosságainkat vagy fejlesztési területeinket mindig számba vettük, és így meghatároztuk azokat a célokat, amelyeket a kórházon belül meg kell tennünk, végre kell hajtanunk. Amire nagyon-nagyon büszkék vagyunk, hogy nemrégiben adhattunk át a kórház kapujánál egy triásházat. Itt tudjuk fogadni azokat a betegeket, akik belépnek a kórházunkba, és egy előszűrést tudunk végezni számukra, illetve a kórházi bejelentkezést is itt végezzük el. Ez egy kényelmes, klimatizált helyiség, amit nemrég tudtunk átadni. Nyár közepén óta működik a kórház területén belül a tüdőgondozónk, amely korábban Kisvárdaváros belvárosában volt, egy erre nem feltétlenül alkalmas épületben, és most már olyan területet alakítottunk ki, ahol mozgáskorlátozott betegek is kényelmesen tudnak várakozni, és a közeljövőben fogjuk indítani még több területünknek a felújítását. Ebből, ami nagyon nagy feladat lesz számunkra, az, hogy a kórház működéséhez elengedhetetlen diagnosztikai szolgáltatást nyújtó laboratóriumunkat át kell egy idéglenes helyre költöztetni, mert egyrészt a mostani épület részét fogjuk teljes egészében rendbehozni, felújítani, tatarozni, másrészt pedig az ebben a területen, vagy ezen a területen működő labordiagnosztikai gépeket is lecseréljük. És amiről még mindenképpen szót szeretnék ejteni, az pedig a pszichiátria ellátása, amely jelenleg nem működik a kórházban. Van egy új terület, amely pszichiátriai gondozóként fog kialakulni a kórházban, és ennek a terület kialakítása pedig október végén, novemberben fog megtörténni. Remélhetőleg jövő év elejétől pedig a gondozónk is fog működni. Az új egészségügyi törvénnyel ugye éresen szétválasztották a magánszférát, a magánszektort és az államit. Hogyan próbálja a Kisvárdai Kórház ezt az ollót egy kicsit szűkíteni? Jelenleg még kórházunkban, akik dolgoznak mellette, korábban az okfőengedélyével, most a kórházunk fenntartói engedélyével még vállalhatnak magánellátást, tehát ezt a fajta szétválasztást nem kellett megtennünk. Én azt gondolom, hogy megtaláltuk azt a középutat, amellyel a mindennapi feladatainkat a megfelelő orvos létszámmal rendelkezésre állással meg tudjuk oldani.
Milyen a közhangulat a kisvárdai kórházban? Én nagyon nyugodt voltam, mert ez egy nagyon kemény időszak volt. A Covid ellátásunk az igénybe vett mindenkit, és minden munkatársam nagyon-nagyon fáradt volt is. Hát nagyon az utolsó pillanatban volt ez már a nyár közepén, amikor a Covid harmadik hulláma lecsengett, és azt gondolom, hogy ez a megérdemelt szabadság, amit nyáron egy kicsit igénybe tudtunk venni, arra szükségünk volt, mert nem tudtuk volna folytatni ezt a gyógyító tevékenységünket. És a fenntartó váltás is pedig úgy zajlott le, amely nyílt kommunikációval a fenntartó részéről, Kocsis Fülöp érsek atya részvételével zajlott, és azt gondolom, hogy ha a munkatársak elé úgy tudunk kiállni, hogy minden válaszukra érdemleges és őszinte választ adunk, akkor egy nyugalmas környezetet, egy nyugodt átmenetet tudtunk biztosítani. A dolgozók számára mi lehet a hozadéka annak, hogy egyházi fenntartásúak lettek? Olyan kapcsolatrendszer alakul ki, amelyben a többi egyházi kórházzal már évek óta együttműködünk, és ezt szorosabbra tudjuk fűzni. Számukra is nyitottabb lesz az, hogyha az egészségükben megjelenő kiégés őket is érinti, akkor tudnak olyan személyhez fordulni, akivel beszélgetve akár a saját személyes mentális egészségüket meg tudják óvni. És azt gondolom, hogy egy biztonságot teremtő, hosszú távon biztonságot teremtő kórháznak a munkatársai lesznek, illetve a munkatársai. Igazgató úr, köszönjük szépen, hogy befáradt hozzánk ma a stúdióban. Nagyon köszönöm a meghívást. Kelet-Magyarországon egyetlen helyszínen, Vásárosnaményben várja látogatóit a vadászati világkiállítás. Az Egy a természettel című rendezvény keretében egy 600 négyzetméteres tematikus vadászati tárlat nyílt meg a hétvégén a Berek fővárosában, amely október közepéig fogadja az érdeklődőket. Vadászfelvonulással, férfi kórus éneklésével és ökumenikus istentisztelettel kezdődött el vasárnap délután Vásárosnaményban az Egy a természettel vadászati és természeti világkiállítás vidéki programsorozata. Semjén Zsolt, a rendezvény fővédnöke, a vadászat legitimálása mellett arra hívta fel a figyelmet, hogy a vadászat antropológiai örökség, fenntartható vadászat nélkül pedig nincs természetgazdálkodás, sem erdő, mezőgazdaság és vadgazdálkodás sem. Gondoljunk arra, hogy mondjuk egy vaddisznó koca minden évben ellik 5 malacot. Ez azt jelenti, hogy ha abból 2 nőstényivarú, akkor a következő évben már 3 koca lesz, ami már 15 malacot ellik. És hasonlóképpen van a szarvasnál, minden tehén ellik egy borjút. Tehát következésképpen, ha korlátlanul szaporodna a vadállomány, akkor pillanatokon belül elpusztítaná az erdőt, és ezzel a saját életterét is. Ha nem volna vadászat, beláthatatlan konfliktus lenne a gazdákkal, az agráriummal. Erre nem válasz az, hogy akkor egyáltalán nem kell vad az erdőbe is a mezőre, mert a vad nem jövevény, nem valamilyen elemi csapás az erdőn is a mezőn, hanem a természet rendje szerint nincs erdő vad nélkül, és nincs normális mező vad nélkül. Tehát ahhoz, hogy az erdő és a mező, az agrárium egyensúlyban tartható legyen, ahhoz fenntartható vadászat kell. Sőt, a vad mennyisége és minősége is csak fenntartható vadászattal lehetséges. Ez az észszerű és logikus érv a természet felől nézve a vadászat legitimitására. Tehát akár az ember felől nézem antropológiailag, akár a természetgazdálkodás felől nézem, vadászat, fenntartható vadászat nélkül nem lehetséges természetgazdálkodás. Tehát a vadászat legitim. Különösen tudja ezt Kisbé Zoltán barátunk, aki erdőt is művel, mezőgazdasággal is foglalkozik, és leginkább vadgazdálkodással. Ő pontosan tudja a személyében azt, hogy az erdőtulajdonosok, a földtulajdonosok és a vadgazdák optimális megállapodása a vadlétszám tekintetében azt nem Budapestről kell megmondani íróasztalok mellől, olyan belvárosi figuráknak, akik életükben nem mentek 100 métert az erdőbe, hanem rá kell bízni az erdőtulajdonosokra, a gazdákra és a vadgazdákra, hogy megállapodjanak abban, hogy egy adott területen mekkora a vadeltartó képesség. És barátaim, amikor arról beszélünk, hogy
bizonyos belvárosi figurák, akik valóban életükbe 100 métert nem mentek, erdőbe soha nem éltek, erdőmező közelében, azok kérdőjelezik meg a vadászatnak a legitimitását. De a vidék Magyarországának, sőt az egész országnak tudnia kell azt, és nyugodtan megírhatják, a balliberális újságírók, ha itt vannak. Valami értelmes dolgot ők is hallanak. Hogy, és ezt teljes felelősséggel mondom, amikor megszüntetik a vadászatot, egy évtized múlva nem lesz horgászat sem. Már látom magam előtt a plakátokat, hogy a szegény halnak, ami hasonlóan gerinces állat mondjuk, mint a fácán, vas horgot akasztanak a szájába, kicibálják a vízből, fuldoklik a levegőn, utána agyonütik is, halász lélesz. Micsoda barbárság! Horgász barátaink ne gondolják, hogy ha vadászatot megszüntetik, a horgászat sokáig megmarad. És a vidék Magyarországra ne gondolja, hogy ha majd nem lesz vadászat és nem lesz horgászat, akkor lesz mondjuk disznóvágás. Nem lesz a vidéken disznóvágás. Mert mindenféle kitalált állatvédelmi fikcióra hivatkozva be fogják tiltani a házi disznóvágást, és mindenkinek majd a Tesco-ban az antibiotikummal teletöltött, mesterséges, nejlonzacskóba csomagolt disznóhúst kell vásárolni. Tehát itt, amikor mi a vadászat szabadságáért harcolunk, akkor a vidék Magyarországáért harcolunk, az életformánkért harcolunk, azért, amit mi az őseinktől örököltünk, és meg akarunk őrizni. Mert vadászni akarunk, horgászni akarunk, és azt akarjuk, hogy igen, eljöhessünk disznóvágásra. Mert ez a mi kultúránknak a része. Most persze, föl fognak hördülni Pesten erre a mondatra többen, hogy hát ez egy ilyen rémlátomás, egy fantaszta dolog, nem így lesz, mi honnan veszem én ezt. Akkor mondok néhány tényt. Belgiumban betiltották a kóservágást. Zsidó vallású barátaink nem juthatnak kóser ételhez, mert betiltották a kóservágást állatvédelmi szabályokra hivatkozva. Állatvédelem ez, vagy ökoterrorizmus? Az Isten jogát hátrébb helyezik bizonyos állatjogoknál. Vagy itt vannak erdélyi barátaink. Bukarestben a medvék jogait, úgynevezett jogait, előbbre helyezik az emberek jogainál. Tucatszám nyomorodnak meg emberek medvetámadás miatt. Halnak meg. Érdemes egyszer megnézeket a képeket a megroncsolt, széttépet, megnyomorított emberekről. Azok a magukat zöldnek mondó politikusok ott Bukarestben, akik megakadályozzák azt, hogy szabályozott, fenntartható medvevadászat legyen, azok számára fontosabb a medve joga, úgymond, mint azoknak a székely és román embereknek az élete, akik ott pusztulnak el egy túlnőtt létszámú, kezelhetetlen medvepopuláció miatt. A nyugat hipokrita voltára pedig csak egyetlen egy dolog. Táncos Barna miniszter úr felajánlotta azt, hogyha Brüsszelben annyira aggódnak a medvékért, hogy megtiltják Romániának, hogy medvevadászat legyen, akkor vigyenek el néhány 10-100 medvét. Elaltatják, vigyék el. Tegyék ki az ő erdeikbe, az ő hegyeikbe. Tudják, hogy hány darabot vittek el? Egy darabot se. De azt megakadályozzák, hogy medvevadászat lehetséges legyen Romániában. Miközben emberek halnak meg. Az emberek jogai hátrébb valóbbak, mint a medvének a jogai? És a hipokritákra nagyon jellemző az, hogy akik könnyeket ejtenek egy elejtett fácán miatt, azok tele szájjal falják a borjú pörköltet. Egyébként hasított bőrcipőben. Micsoda hipokrita dolog ez? Megjegyzem, még ugyan én nem értek velük egyet, de a saját szempontjukból legalább következetesek a vegetáriánusok. Bár megjegyzem, hogy ez meg ellentétes mind a Bibliával, mint az ember természetével,
A Biblia tekintetében csak egy dolgot mondok, a Noéval kötött szövetség. Ott van, hogy nektek adom a föld növényeit és az állatokat táplálékul. Az Egy a természettel vadászati és természeti világkiállítás 3 hétig tart. A rendezvény másodlagos célja, hogy a kiállítás után is legyenek olyan múzeumok, ahol speciális és egyedi tárlat keretében megismerkedhetnek a látogatók a vadászattal, annak értékeivel és a természet örök törvényeivel. Vásárosnaményban vasárnap egy 600 négyzetméteres tárlatot nyitottak meg, ahol 5 földrész vadászható vadjait mutatják meg, a látogatók pedig interaktív módszerek segítségével ismerhetik meg azok élőhelyét, előfordulását és vadászatát. A megnyitón a térség országgyűlési képviselője beszédében úgy fogalmazott, Isten bízta ránk a földet, hogy megőrizzük és gondozzuk azt. Fontos azonban, hogy a két tevékenységet ne cseréljük fel. A vadászat az olyan, mint a kertnek a kertész. A vadász az erdőnek olyan, mint kertnek a kertész. Lubi Margita, szatmári Lubi Géza, országgyűlési képviselő lánya, az első magyar néprajzosunk azt írta egyébként az egyik művében, a Bába lelte babonában, és a babona szót most cseréljük ki a múltra, és cseréljük ki a vadászatra. Azt írta, hogy olyan, mint az erdőnek a zajnövényzet. Ha kiírtjuk, akkor nem beszélünk erdőről. Akkor maximum csak fáról és facsoportokról. A 3 hetes vadászati és természeti világkiállítás számos tárlattal és programmal igyekszik bemutatni a vadászat és a vadgazdálkodás sokszínűségét, a természet szépségét. Így őszelején a fűtési szezon kezdetével rendre a levegőminőség romlásáról érkeznek hírek. Nem csoda, főleg a hátrányos helyzetű térségekben még mindig sokan tüzelnek olyan dolgokkal, amelyek elégetése jelentős veszélyt jelent az egészségre. A légszennyezés csökkentése és a levegő minőségének javítása érdekében Nyíregyháza 2 határon túli várossal fogott össze. Az együttműködés céljáról, elemeiről is kérdezem mindjárt a megyei kormányhivatal illetékes főosztályvezetőjét, Rozinka Zsolt. Köszöntöm a stúdióban, jó estét kívánok! Jó estét, Kezicsokon! Egy picit azért oszlassuk el a félelmeket, mennyire szennyezett Nyíregyháza a levegője, akár így ősszel is? Nem azt mondom, hogy a legjobb levegőminőségi város az országban, közép szinten áll Nyíregyháza, csak mivel egy mérő állomás van Nyíregyháza közigazgatási területén, így nagyon sokszor vagy a Sajó völgyével, vagy Nyíregyházával kezdődnek a hírek, de ez az egy mérőállomás által mért adatokra vezethetőek vissza, hiszen ez a mérőállomás Nyíregyháza egyik legszennyezettebb területén van elhelyezve a szénatéren. Mi az, ami földrajzilag esetleg befolyásolja a levegő szennyezettséget itt a környékünkön? A nyílség homok porszemei egy kicsit rontják a levegőminőséget, illetve a nyílség nagyon hamar kiszárad, ezáltal hamar le tud hűlni. Tehát ma reggel is, ha valaki Debrecenből Nyíregyháza felé autózott, megye határtól szinte egy kötfal volt Nyíregyházáig. Tehát ez a ködös idő, amely ősszel, tavasszal jellemzi időjárásunkat, ez felerősíti a légszennyező anyagok feldúsulását. Mi az, ami a gazdasági vonatkozásban, illetve az életmódunk mentén a leginkább szennyezi a levegőt Nyíregyházán és környékén? Amikor elkezdődött a légszennyezés mérés, akkor az ipar volt az egyik fő forrás. 2008-ig jelentős korszerűsítéseket hajtottak végre Nyíregyháza területén is üzemek, azok az üzemek, amelyek nem tudták tartani határértékeket, azokat bezártuk, megszüntettük, de akár a nyíregyházi erőmű is 30-70%-os csökkenést ért el légszennyező anyag kibocsátásba, majd ezt követően közlekedésre helyeződött át a fő hangsúly, és 2009-től a gázárának az emelkedésétől nőtt meg a lakossági fűtésnek a szerepe, és a mai napig a lakossági égetés, fűtés adja nagyobb rész, körülbelül 70%-at a légszennyező anyagok kibocsátására. Ami inkább az agglomeráció és a családi házas övezetekben. Nem feltétlen, tehát a belváros levegőminősége jelentősen
javult, a családi házas körzetekbe pedig ott, ahol elsősorban vegyes tüzelésű tüzelőberendezések vannak, illetve ahol ezekben a vegyes tüzelésű berendezésekben vagy nem megfelelően kiszáradt fát, nem helyes tüzelés technikával fűtenek, vagy sokszor, amit tapasztalunk, hulladékkal, akár kezeletlen fával, műanyag PET palackokkal, sőt, ami most nagyon elterjedt, a textil árukkal fűtenek. Kik a legveszélyeztetettebb rétegek, akiknek oda kell figyelni, vagy akik miatt nagyon fontos lenne a levegőminőséget megfelelő szinten tartani? Az idősebb korosztály, a nyugdíjas korosztály, illetve a legkisebbek, de emellett akik valamilyen légúti megbetegedéssel küzdenek, tehát akár egy allergiás, aszmás beteg, a levegő minőség romlását nagyon hamar megérzi, tehát az egészségébe kedvezőtlen változások következhetnek be. Most meg még a Covidról ne is beszéljünk, hiszen az is azért a felső légúti, vagy akár az alsóbb légutakat is támadja, tehát a kettő együtt az nem feltétlenül kellemes. Hogyan alakulnak az egészségügyi határértékek, illetve a környezetvédelmi határértékek az utóbbi években? 2008 volt egy jelentős szigorodás, amikor mind a tájékoztatási, mind a riasztási határértékek jelentősen lecsökkentek, 600-ról 75-re, illetve 100-ra, 100 mikrogram per köbméterre csökkentek le ezek a határértékek, és innentől kezdve a sajtóban nagyon sokszor megjelent az, hogy smogriadó, tájékoztatási, riasztási fokozata, mit kíván a hatóság, illetve az önkormányzat tenni légszennyezés csökkentés érdekében. Emellett van még egy nagyon fontos határérték, az egészségügyi határérték, amely 50 mikrogram per köbméter. Ezt egy adott évben 35 nap lehet túllépni, afelett minősül túllépésnek. A szállópor koncentrációról beszélünk? Igen, a szállópor, aminek a PM10 frakcióját szokták nagyon sokszor emlegetni, ez jelenik meg a híradásokba. Ez az a frakció, ami bejut a tüdőbe és problémát okoz. Most már mérik a PM10 2 és felett is, ami veszélyesebb, mert még kisebb, és ez nem csak bejut a tüdőbe, hanem ez ott is marad. Egy programot indított most nem is tudom, ki indította tulajdonképpen magát a programot, ilyen határon átnyúló, úgy tudom, hogy két partnerrel is a levegő tisztasága érdekében indítottak egy programot. Igen, egy nemzetközi pályázat Húskra program keretében Nyíregyháza és Szatmárnémeti városoknak van egy projekt cégük. Ők nyertek egy pályázatot, amiben mi partnerként kormányhivatal részt vesz. Ennek az lenne a célja, hogy a három közel hasonló adottságú város, Nyíregyháza, Szatmárnémeti, Ungvár egy levegőminőség javítás saját érdekében egy programot készítsünk el. Ez Nyíregyháza esetében kiegészülne egy második mérőműszer, automata mérőállomás létesítésével, amely a PM10 szállópor koncentrációját mérni. Viszont tehát ez csak egy olyan megoldás lenne, amivel a híradások elejéről le tudnánk kerülni, de itt tényleges megoldásokat szeretne mind a város, mind a hatóság. Ennek érdekében kis műszerekkel feltérképeznénk Nyíregyháza egyes területein a levegőminőségi helyzetet, és azokon a pontokon, ahol az átlagostól rosszabb a levegőminőség, ott próbálnánk meg valamilyen programot, valamilyen olyan hatósági, jogi eszközökkel eredményeket elérni, amivel a levegőminőség ezeken a helyeken javítható. Milyen lehetőségei vannak erre az önkormányzatnak? A rendeleti szabályozás. Egy önkormányzat bizonyos területeken belül megtilthatja egyes tüzelőberendezéseknek a használatát, új építésnél mondjuk akár a belváros nézzük, akkor a távhőről lekötés nem engedélyezi, iskolák, közintézmények körzetében a vegyes tüzelés használatát szigorítja, és új építéseknél pedig a vegyes tüzelésnél olyan szerződéseket köt a lakosokkal, hogy addig, amíg nem lesz országos határérték a lakossági fűtés
kibocsátására, addig önkéntesen, ha ezek a szerződések megvannak, ha túllépik ezeket a határértékeket, akkor a hatóság beavatkozhat, korlátozhat, illetve tüzelő berendezés cseréjére is kötelezheti az adott lakosokat. Mi a helyzet a gépjárművekkel? Mert tehát ott is azért lehet időnként olyan füstokádó járművekkel találkozni, ami nincs az a kémény, ami ennyit kibocsát. Igen, igen. Érdekes, hogy ha a kéményt és az autót összehasonlítjuk, hogy kéményből látjuk kevésbé látjuk a füstöt az autóból, jobban látjuk, azért az autóállomány jelentősen javult. Tehát, mint mondtam is, hogy a szénatér az egyik legszennyezettebb rész volt, ott nagy hozzájárulás volt a Tokaji úti KGST piacra érkező rosszabb műszaki állapotú autóknak a kibocsátása. Azért jelentősen javult a kibocsátások szerepe az autóknál, a közlekedésnél, az elkerülő utakkal a nagyobb teherforgalom kizárható lehetett. Mai napig azért belvárosban vannak olyan időszakok, amikor a levegő minőség romlik, de az órás értékeket nézve ez pár százalékkal emeli meg a levegő minőséget. Én inkább például az építőipari munkagépekben látok komoly szennyezést. Tehát hát az építőipari dübörgése, igen, egy-egy nagyobb építkezés környékén azért érzékelhető ez a romlás. Amennyire én tudom, egyfajta szemléletváltásban is gondolkodik ez a program, amiről beszélünk. Talán fiatalokat vagy gyerekeket próbálnak megcélozni egy tudatosabb hozzáállás kialakításával. Igen, nagyon fontos az, hogy az emberek lássák, hogy ezek a szennyezések, tehát ha én elégetek egy PET palackot, rongyal tüzek, milyen veszélynek teszem ki, nem csak saját magam, hanem a környezetemet is, milyen betegségeket okozhat, milyen veszélyei vannak, és erre legalkalmasabb a gyerekeknél a felvilágosítás, hiszen a gyerek tud a legjobban a szülőre, a nagyszülőre hatni, és azért nagyon sok nagyszülő nem tud, vagy szülő nem tud nemet mondani a gyerekének, ha azt mondja, hogy de anya, apa, ezt nem szabad elégetni, ezt így kellene csinálni, tanultuk az iskolába, vagy hallottunk róla. Rajzpályázatokkal, faültetési versenyekkel próbáljuk megmozgatni a fiatalokat, úgyhogy játékosan, kegcsinálóan bemutatva az, hogy milyen hatások lehetnek. Milyen összegből finanszírozzák ezt a programot, és mi a határideje megvalósításnak? 2023 évvége a megvalósítási határidő, és Európai Uniós támogatásból, 90%-os támogatással. Rozinka Zsolt, köszönjük szépen, hogy befáradt hozzánk ma a stúdióba. Én köszönöm. Kedves nézőink, ez volt a 35 perc, legközelebb hétfőn jelentkezünk friss adással. Várjuk Önöket akkor is, már a további szép estét, jó tévézést kívánunk, viszontlátásra!